A Fehérvár Média Centrum társadalmi felelősségvállalási programjának fontos alappillére a fehérvári versünnep, amelyet ebben az évben 14. alkalommal szerveznek meg. A programsorozat fővédnöke Spányi Antal megyéspüspök, valamint Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez most már nem csak egy verseny, egy versmondó verseny, hanem egész mozgalommá nőtte ki magát, különböző közösségek alakultak, és ez egy összetartó ereje is itt Székesfehérvárnak. Fontos az is, hogy ugye közeledik a jelentkezési határidő, a 9. és 12. évfolyamos Székesfehérváron tanuló, vagy a Székesfehérvári Egyházmegye területén tanuló fiatalok jelentkezését várjuk. A 14. fehérvári versünnep zsűriének elnöke ezúttal is Kubik Anna Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész lesz. A 14. fehérvári versünnepnek a zsűri elnöke ezúttal is Kubik Anna lesz, és hát sok szeretettel köszönhetjük a zsűriben Tornyai Gábor atyát az egyházmegyek képviseletében, de ott lesz velünk Závodszky Noémi színművésznő is, valamint természetesen Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke, és kollégánk Vakler Lajos Penna Régia díjas újságíró is. A verseny egy elődöntőből és egy döntőből áll, 12 legjobb tehetséget jut majd tovább a döntőbe, ami április 13-án lesz. A jelentkezés január 15-én indult el, és egészen február 21-ig várják a nevezéseket. Minden további információ elérhető a www.versünnep.hu oldalon.